50 fős delegáció érkezett szombaton délelőtt Székesfehérvárra, a törökországi Kocséliből. A vendégek megtekinthették Fehérvár belvárosának égköveit, valamint érdekességeket hallhattak a város különböző helyszíneinek történelmi vonatkozásairól. Ezt követően a Városháza dísztermében a köszöntők után levetítették Fehérvár és Kocséli imásfilmjét. Kocséli városával évtizedes kapcsolatot ápol Fehérvár, a testvérvárosi kötelék mellett gazdag kulturális együttműködés is él a két város között. Cserpalkovics András polgármester elmondta, hogy az utóbbi időben mindkét fél szerette volna szorosabbra fűzni az együttműködést, ennek egyik állomása a szombati látogatás. Közös pályázatunk is van az Európai Unióhoz egyébként, és tudjuk, és ebből a kis filmből, amit itt ez a török város bemutatott, hogy ez egy gyönyörű város, és ez is egy nagy város, hiszen egy 2 milliós lakosságszámú városról és agglomerációs központról beszélünk, gyönyörű természeti adottságokkal. A polgármester hangsúlyozta, hogy Székesfehérvár számára nagyon fontosak a nemzetközi kapcsolatok, így a mostani látogatás is, ami jó kiinduló pontja lehet a későbbi kulturális-gazdasági együttműködés lehetőségének. Kocséli és Székesfehérvár kapcsolata 2007 novemberére nyúlik vissza, ekkor egy szándéknyilatkozat született a partnervárosi együttműködésről. Körülbelül 2 évtizede a városaink között az együttműködés. Szerintem ez egyelőre csak a kezdet, a jövőben szeretnénk folytatni és szorosabbra fűzni a barátságot. Hangsúlyozta Mustafa Szojdabás, aki tolmácsolta a főpolgármester üdvözletét, és köszönetét fejezte ki a magyar vendéglátóknak a melegszívű barátságos fogadtatásért.